Rekordbevétele van iparűzési adóból Pécsnek a 2021-es pénzügyi évben. Ez a szám túlszárnyalja a 2019-es csúcsot, amikor 9,5 milliárd jött be ebből az adófajtából, mondja az Önkormányzat Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságának elnöke. 10,5 milliárd forintnyi iparűzési adó az, amely megérkezett a pécsi önkormányzathoz. Ugye ez két részből áll. Van egy 8,5 milliárdos rész, ugye mivel 2 milliárd forintnyi összeget, azt ugye a kisvállalkozókat segítve a kormány úgy döntött, hogy azt az önkormányzat nem szedheti be, hanem azt a kisvállalkozók megtarthatják, ezzel is megőrizve a munkahelyeket, illetőleg a stabilitásukat. De egyébként ezt egy másik lábon, egy másik zsebből az állam teljes egészében ezt a 2 milliárdot odaadta az önkormányzatnak. Ez a szám azt mutatja, hogy jó volt a kormányzat válságkezelése, amely sok 100 milliárddal segítette a hazai cégek fejlesztéseit a Covid ideje alatt is, így a termelésük növekedését is. Ennek köszönhető, hogy Pécsen ekkora bevételt könyvelhet el az önkormányzat az iparűzési adóból, mondja a politikus. Azonban aggasztó, hogy 2019 után bekerültek az önkormányzati intézményrendszerbe, cégekhez, a baloldalhoz köthető politikai állásba emberek, mondja a politikus. Semmilyen érdemi munkát nem végeznek, teljesen haszontalanok a város szempontjából, de mégis most ugye beépülnek a költségvetésbe ezek a tételek, és ezekkel mind gyakorlatilag rontják a városnak a működési egyenlegét, tehát végső soron a jelenlegi városvezetés az ennyivel, ezekkel a 100 milliós tételekkel többe kerülnek a pécsi adófizetőknek, a pécsi polgároknak. Kettős beszédet folytat a baloldal, folyamatosan csődről beszélnek, miközben a számokban is látszik, hogy van pénz a városi kasszában. Ebből fizetik a saját embereiket, miközben a szolgáltatásokon spórolnának, a bizottsági elnök szerint. Pécs 2021-es zárszámadása készül jelenleg, ezt a pénzügyi év zárásaként kell elkészíteni júniusig,